Elmarasztalta Fityeház a polgármesterét a választási bizottság. A grémiumnak még bőven akad dolga a választás kapcsán, hiszen a hétfői ülés mellett ma és szerdán is találkoznak a tagok. Tegnap délután 3 kifogással kapcsolatban született döntés. Összesen 6 kifogást kell elbírálnia az Alamegyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak. A hétfői napi renden szerepel Cseresnyi és Péter pontja, aki azért nyújtott be kifogást, mert ismeretlen számról kapott ellenzéki politikai üzeneteket. A politikus kifogásának részbe helytottak. A második napi rendi pontban egy szavazatszámláló bizottsági tag kifogását tárgyalták, amely szerint számára alkalmatlan időpontban jelölték ki a pótesküv időpontját és helyét. A bizottság ezt a kifogást is elutasította. A harmadik ügy, amelyben döntött a testület, a fityeházi polgármestert érintette, aki a helyi önkormányzat honlapján, illetve a település közösségi oldalán buzdította a helyieket arra, hogy a Fideszre szavazzanak. Önkormányzati honlapon, illetőleg Facebook oldalon tett közzé egy politikai, egy kampány agitációt, amelyben elmarasztoltuk, tehát megalapítottuk a polgármester úr jogszabálysértését tekintettel arra, hogy nem mint magánszemély, hanem a fityeházi önkormányzatnak, illetőleg a polgármesteri hivatalnak a honlapján, illetőleg a Facebook oldalán ment ez a kampányüzenet, ami sérti ugye a választási eljárásról szóló törvény.